Fehér egy volt rendőrrel találkozott a rablás után. Járókelők fogták el az utcán azt a rablót, aki megtámadta egy lottózó alkalmazottját, majd a bevétellel elmenekült hevesen. Nem sokáig örülhetett, mindjárt megtudhatják, hogy mi történt. Járókelők fogták el az utcán azt a rablót, aki megtámadta egy lottózó alkalmazottját, majd a bevétellel elmenekült hevesen. Csaknem 100 000 forintot zsákmányolt, pekjére azonban egy volt rendőrbe botlott, aki megpróbálta feltartóztatni, először sikertelenül, aztán autósok segítségével elkapták. Éppen a környéken volt dolga ennek a férfinak, amikor segélykiáltásokat hallott a közeli lottózóból. Először azt hittem, hogy valaki szórakozik, tehát olyan furcsának tűnt az egész, tehát olyan nem életszerűnek. Pedig nagyon is valóságos volt. A lottózóból egy férfi szaladt ki, az eladó pedig mögötte kiabált, hogy kirabolták. A korábban rendőrként dolgozó Kakuk Ervin azonnal cselekedett. Oda mentem, megfogtam, akkor ellökött, vagy megpróbált ellökni helyesebben, megfogtam a kezét, de a kesztyűt sikerült megfognom, és ő kihúzta a kesztyűből a kezét, elszaladt a Szabadság utca irányába. A volt rendőr ezután autósok segítségét kérte. Egy pizzás autó, akinek a vezetőjét ismerem személyesen, és akkor így integettem neki, hogy fogjátok meg, és tehát ő is, meg még két-három teljesen számomra idegen ember az autóval. Nagy gáz, utána mentek, elkapták, és akkor én is rohantam. Amíg a rendőrök a helyszínre értek, a járókelők fogva tartották a rablót. A lottózóban nem forgathattunk, a nő, aki aznap dolgozott, nem akart híradónknak nyilatkozni, mert nagyon megviselte az eset. Az alkalmazott éppen zárta volna az üzletet, a rabló belökte az ajtót és rátámadt az eladóra. Dulakodtak, majd a férfi a bevételt magához vette és elszaladt. A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a 36 éves helyi férfi aznap korábban már volt a lottózóban, ott beszélgetett az alkalmazottokkal, majd elment és később ment vissza, és akkor hajtotta végre ezt a bűncselekményt. A bevételt, körülbelül 100 000 forintot a rendőrök megtalálták a zsebében, gyorsított eljárással állítják bíróság elé.